Ez az a két németrend számú kamion, amelyekben szkéneres vizsgálatot követően csempészárút találtak a vámosok a Horgosi közúti határátkelőn. Az eset pikantériája, hogy a járművezetők humanitárius segélyszállítmányt jelentettek be, amelynek állítólag Koszovó lett volna végállomása. Az ellenőrzés követően kiderült, hogy a használt ruházat meg bútordarabok között több száz kilogramm kávé, kávéautomaták, egy személygépkocsi, meg több karton drága és ritka gyógyszer is volt, amelynek dobozonként ára elérő 300 eurót. A vámszervek a csempészárút lefoglalták, értékét most állapítják meg, a használt ruházat meg bútorzat pedig tovább szállítható a kamionsofőrök ellen indított eljárást követően. Az ügyben a Nagykikindai Szabálysértési Bíróság folytatja az eljárást.